A Völner Schadl korrupciós botrány ügy kapcsán talán érdemes beszélni a végrehajtói rendszer visszásságairól, problémáiról is. Erről fogom kérdezni következő vendégünket, dr. Pfister Zsuzsannát, a Mi Hazánk végrehajtási szakpolitikusát. Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm! Jó napot kívánok! Önök ugyebár már több videót is készítettek az úgynevezett végrehajtói maffiáról, úgyhogy azért is gondoltuk, hogy önök talán jobban ismerik ennek a rendszernek a működését, mert ugye egy kívülálló kevésbé látja, hogy hogyan is működik ez. Kezdjük egy kicsit az alapoktól. Először is mit kell tudni a végrehajtói munkásságról? Kik lehetnek ma Magyarországon végrehajtók? Ugye azt először le kell szögezni, hogy eleinte a végrehajtókhoz nem volt szükséges jogi végzettség, és 2015-től írták elő ezt a kötelezettséget, hogy jogász diploma szükséges ahhoz, hogy ma Magyarországon bárki végrehajtóként tevékenykedhessen, és pont ezután kezdődött ugye a korrupciós botránynak is a melegágyának a megléte. Igen, talán egy kicsit még menjünk visszábra, mert ha jól tudom, régen nem is ilyen profit-orientáltan cégek végezték ezt a tevékenységet. Igen, jelenleg ugye ez a legnagyobb probléma a végrehajtási eljárásokkal, hogy jelenleg ugye ilyen profitorientált rendszer szinten ugye ilyen KFT-ként működnek a végrehajtók irodák, de az 1994. évi törvényt megelőzően ugye a bíróságok mellett tevékenykedtek ezek a végrehajtók, és ugye az igazságszolgáltatás rendszer keretén belül tevékenykedtek. Jelenleg pedig azt veszük észre a visszajelzések alapján, is, meg tapasztalatokból, hogy ilyen kis királyokként működnek a végrehajtók, és olykor ugye a törvényeket is áthágva, és adóellenes magatartásokat követnek el. Akkor említette, hogy ahhoz, hogy valaki végrehajtó legyen, kell hozzá jogi végzettség, de hát attól, hogy még valaki elvégzi a jogot, még nem lesz belőle végrehajtó, tehát mi kell még hozzá? Ez ugye még jogi szakvizsgára van szüksége a végrehajtóknak, illetve tudomásom szerint valamilyen gyakorlatra. Ugye ezeket a felvételi rendszereken belül, ugye ezek ilyen plusz pontszámítások, pontszámokat jelenthettek ugye a előző jogi diplomához kapcsolódó munkaeredményei, vagy munkahelyei ugye a végrehajtóknak, de ahogy láthattuk itt a korrupciós botrányban is, hogy nem feltétlen kellett itt azért mindenkinek nagyon plusz dolgokat teljesíteni, csak ugye több száz, akár több száz millió forintot is ugye a beismerő vallomások alapján. De pályázni kell arra, hogy valaki végrehajtói pozíciót kapjon, vagy gondolok egyet, alapítok egy céget, és megvan a végrehajtói cégem? Nem, ehhez mindenféleképpen pályázati úton lehet hozzájutni, úgymond, hogy valaki végrehajtóként tevékenykedhessen ma Magyarországon, így, hogy adhok jelleggel valaki kitalálja, hogy ő végrehajtási tevékenységet szeretne ilyen módon létesíteni Magyarországon, arra nincs mód. Itt ugye kinevezni kell az illetőket, illetve ugye pályáztatás útján meg kell választani az arra alkalmas egyéneket. Ugye ezt jelenleg a szuperhatóság végzi, ezeket a pályázati elbírálásokat. Ugye itt már az előbb említettem ezt a kinevezési dolgot, itt ugye aggályosnak tartjuk azt is, hogy ugye már több végrehajtó, azt hiszem 35 fő végrehajtót kineveztek, úgyhogy közben ugye a vezetőjük dr. Sádör György, mert ugye még felháborító módon még mindig ő a MBVK-nak az elnöke, így ugye ő a kinevezés kapcsán ugye az az aggályos, hogy ugye az eskütételt a Sádor György előtt kellene törvényi szinten letenniük, de ezzel ellentétben az alelnökük előtt tették le dr. Lukács Tamás előtt, ami meglátásom szerint egyébként jogtalanul ment végbe. Ki dönt alapvetően a pályázatok ügyében, hogy ki lehet végrehajtó, ki nem? Ezt ki dönti el? Hát ezt egy bizottság dönti el,
Jogszerűen, ugye itt egy több főből álló bizottságról kell beszélnünk, és ők a pontszámítások alapján, illetve a személyes meghallgatás keretén belül dönthetnek arról, hogy ki alkalmas erre a végrehajtói pályázatnak a betöltésére. De ugye azt láthattuk, hogy ezt azért a hátsó szálakon, a minisztériumban dolgozókkal egyetemben tudhatták, hogy itt nem feltétlenül a pontszámokon dőltek el itt a pályázható helyek, hanem igenis a hogy ki mennyit fizet érte, vagy milyen kapcsolati tőkével rendelkezik. Mondhatjuk, hogy ez a rendszer valamennyire a korrupciónak a melegágya, vagy potenciálisan a melegágya tud lenni? Ezt abszolút ki lehet jelenteni, hogy ez a melegágya lehet a korrupciónak. Ilyen szinten is egyébként ez a végrehajtási rendszer, mert ugye azt tudni kell, hogy a végrehajtók, ugye, hogy most ilyen profitorientált magánvállalkozásokként működhetnek, ugye ez több százmillió éves bevételre tehetnek szert ugye ezáltal a végrehajtók, és ez egy olyan pozíció, hogy akár életük végéig is ugye ilyen bevételekkel tudnak tevékenykedni a végrehajtók, mert azért őket elmozdítani innentől kezdve azért elég ritka, hogy volt rá erre példa vagy mód, hogy mindenféleképpen ezt így látom, hogy ez a korrupció melegágya lehet, és pont ezért kellene, ugye a Mi Hazánk mozgalom is ezt propagálja, hogy non-profittá kell tenni újból a végrehajtást, hogy az ilyen és ehhez hasonló problémák vagy korrupciós ügyleteket mielőbb véget kell vetni ezáltal. Nagyon érdekes, hogy amikor 2 éve készítettek egy videót ezzel kapcsolatosan, úgymond a végrehajtó maffiáról, és Sádl Györgyhöz is eljutottak, és beszélgettek vele. És amikor felvetették nekik ezt, hogy vissza kéne esetleg állami szférába utalni a végrehajtási eljárásokat, akkor ő pont azzal érvelt, hogy hát azért adták ezt ki teljesítményorientált cégeknek, mert így legalább lehet keresni vele, és akkor nincs korrupció. Tehát, hogy ő pont azt vetette föl, hogyha ez visszakerülne állami érdekkörökbe, akkor az korrupciót generálna. Hát én ezzel nem értek egyet, mert pont egyébként, amikor már ezeket a nyilatkozatokat nekünk tette, már ő ezeket a több százmilliós forint bevételeket, ugye, amit a végrehajtóktól kapott a jelöltektől, ők ezeket már elfogadta, hogy pont ellentétesen nyilatkozott egyébként az ő tetteivel szemben. Másrésztről én úgy gondolom egyébként, hogy nem kötelező mindenkinek végrehajtónak menni, ez egy szükséges tevékenység egyébként, de ennek meg kell adni azokat a kereteket, azokat a normákat, hogy igenis nem profitorientáltként kell, hogy működjenek, hanem fix béreket kelljen nekik is kapni, ugyanúgy, mint az ügyészeknek, vagy esetleg a bíróknak, ugye, hogy bértáblák alapján. De még azt hozzátenném, hogy ezzel ellentétben ugye már Sádl György is bizonyította, hogy hiába van ez a sok milliós bevételük nekik éves szinten, ezen túlmenően is ugye fogadtak el ilyen úgymond kenőpénzeket, de hallottam olyan esetről is, hogy akár ügyféltől is fogadtak el plusz pénzt, hogy mondjuk altassák az ügyet, vagy egyéb dolgokat, végrehajtási cselekményeket vigyenek végbe. Tehát tele van sajnálatos módon ez a rendszer ilyen lehetőségekkel jelenleg, hogy a kenőpénzek ide-oda, vagy visszafizetések ide-oda vándorolhassanak, ezt talán ki lehet jelenteni. Igen, ez mindenféleképpen, és pont ennek kéne elejét venni. Egyrészt ez lenne az első alappillére, hogy non-profittá kellene tenni újból a végrehajtást, másrészt pedig a végrehajtási törvénybe is. Egyébként teljes reformra van szükség meglátásom szerint, ahol azért az adósvédelemnek is fontos pillért kell, hogy kapjon a végrehajtási eljárás sok folyán. Önök ugye a feldolgozásaikban több végrehajtóhoz is ellátogattak, több céghez, és hát azt láttuk, hogy tényleg eléggé kegyetlen, embertelen, nem humánus hozzáállással állnak az adósokhoz. Bemutatnak eseteket, hogy pár tízezres adósságból hogy lesz több százezres, hogy foglalják le emberek autóit, ingatlanjait. Mennyire általánosan jellemző ez a hozzáállás a végrehajtók részéről, tehát ez a fajta a könyörtelen, kegyetlen, kizsigerelő hozzáállás. Ez mennyire általános?
Hát szerintem a nagy többségükre egyébként ez jellemző hozzánk, ugye rengeteg panasz érkezik be, és azért én úgy gondolom, hogyha emberségesebben próbálnák kezelni az ügyeket, vagy mondjuk a törvény is emberségesebb kereteket nyújtana az adósok, mint a végrehajtók számára, vagyis köteleznék a végrehajtókat, akkor ezen lehetne változtatni, úgyhogy egy igazságos és adósbarát környezetet tudna teremteni egyébként a jogalkotó a végrehajtási eljárásokban is, és ez lenne a követendő példa, hogy tényleg ne a népnyomozást és a magyar embereknek a kizsákmányolását segítsék elő ezek a végrehajtók, hanem tényleg a jogos követeléseket egy normális emberi körülmények között azért próbálják behajtani. De akkor a törvény kötelezi rá őket a kegyetlenségre, az embertelenségre? Hát a lehetőséget megkapják a törvénytől, ők meg azért élnek is ezzel, vagy esetleg úgymond túl is tolják ezeket a törvényeket meglátásom szerint, vagy át is lépik néha a határokat. A videóikban az is előjön, hogy itt nem csak a végrehajtókról van szó, hanem gyakorlatilag ez egy hálózat, amiben azért közreműködik a maga szintjén a közjegyző is. Erről mit tudna mondani? Hát ez a hálózat azért nagyon sokrétű, és én úgy gondolom, hogy ez az egész egy iparágra épül már lassan, amiben ugyanúgy közrejátszik a végrehajtó, a bank, a követeléskezelő és ugye az előbb említett közjegyző is. Ugye a közjegyző is ugyanilyen profitorientált magánvállalkozásokként működnek jelenleg. 2014-ben kapta meg, 2010-ben kapták meg ezt a jogosultságot egyébként, hogy ilyen fizetési meghagyásokat és végrehajtási záradékokat bocsáthassanak ki, elsőfokú bíróságként működnek, mikor egyébként ez idő előtt ugyanúgy a bírósági hatáskörben döntötték el ezeket a végrehajtható okiratokat, és ezeket a közjegyzőkre vonatkozólag is, egyrészt a devizacsalásban is felelősségre vonást tartanánk irányadónak, illetve az ő tevékenységüket, mármint ezt a szegmensét, hogy a végrehajtható okiratok kiállítását ugyanúgy vissza kellene állítani a bírósági hatáskörbe, és a közjegyzők is legyenek nem profitorientált magánvállalkozók, hanem igenis egy állami fennhatóság alatt működő tevékenységi körre rendelkező közjegyzői kart vagy kamarát szeretnénk látni. Az igaz, hogy a közjegyzők most úgy állítanak ki végrehajtói határozatokat, eljárásokat, hogy nem is ellenőrzik például a konkrét esetekben például az elévülési időt? Az elévülési időt ilyen esetekben még a végrehajtónak sem kötelessége egyébként felháborító módon ellenőrizni. Így lehet olyan is, hogy mondjuk már rég elévült esetleg egy-egy követelés, de a végrehajtó még mindig vonná vagy letiltaná ugye a fizetésből a különféle béreket, illetve a közjegyzőknek sem kötelességük egyébként sem a jogszerűségét, sem az elévülést vizsgálni. Hogyha én adott esetben bemegyek egy közjegyzőhöz, hogy mondjuk ön tartozik nekem 5 millió forinttal, vagy 10-zel, akkor ő kiállítja egyébként ezt a fizetési meghagyást valamilyen jogcímen, amit én azt közlök vele, és utána, hogyha ön ellent mond neki, vagy hogyha tudomást szerez erről a dokumentumról, hogy ellent tudom mondani, akkor fordul át bírósági hat szakaszba, és ott lehet jogvitát rendezni. De gyakran előfordul olyan, hogy mondjuk az adós részére valamilyen oknál fogva van olyan, hogy rossz címre küldik meg ezt a fizetési meghagyást, és nem is tud ellent mondani időben ezeknek a dokumentumoknak, és már csak onnan értesül erről, hogyha már a végrehajtó ugye valamilyen úton, módon már letiltana a jövedelmét. Sok ilyen eset van, tehát ezek mondhatjuk, hogy törvénysértő végrehajtási eljárások. Hát lényegében a törvény ugye megengedi, pont ezen a szinten kellene módosítani, és ugye egy konkrét felügyeletet biztosítani, hogy adósbarát legyen végre valahára ez az egész törvénykezés, meg én mondjuk a közjegyzők helyében is ezt nem feltétlen támogattam volna, hogy ugye átvegyék ezt a hatáskört, ugye a fizetési meghagyásokat, illetve végrehajtási záradékokat készítsenek, bár ugye a devizahitelezésben a bedőlések 2010-ben már jóval előre haladottak voltak, és ez nekik úgymond lehet, hogy kapóra is jött egyébként, hogy nagyon sok ügyet kaptak pluszba.
Mit gondol, hogy mennyire lenne bonyolult rendbe tenni, tehát törvénymódosításokkal, mennyire lenne egyszerű, tisztábbá, átláthatóvá tenni a rendszert, hogy ki lehessen szűrni az ilyenfajta törvénytelen eljárásokat, visszaéléseket, problémákat? Hát mindenképpen egy olyan reformcsomagot kéne benyújtani, ami ugye sokkal humánosabb eljárásokat és igazságosabb eljárásokat rejt magába. Ennek a véghezvitele és magalkotása az valóban egy eléggé komplex, mert ez a jogág alapvetően is egy komplex jogág, és nagyon sok mindennel összefügg, hogy nem lenne egyszerű ennek a reformnak a kivitelezése, de azt látni lehet, hogy mondjuk a 2015-ös reformkísérletnek ez az évtizedes korrupciós botrány lett az eredménye, és semmi más nem változott nagyjából a végrehajtási eljárás keretén belül, hogy már rég ideje lenne egy valódi reformot végrehajtani ebben a egész adósságrendezésben, ami kiterjedne a közjegyzőkre, a követeléskezelőkre és a végrehajtókra egyaránt. Tehát mondhatjuk, hogy egy nagyon átfogó reformra lenne szükség, igaz? Igen, igen, az biztos. A Shuttle üggyel még kapcsolatban a végrehajtói kar elnöke egyébként mit csinál neki, mi a dolga? Mármint amikor nem börtönben van. Amikor éppen normálisan végzi a dolgát, munkáját, igen. Igen, igen. Neki olyan dolgai lennének, ugye, hogy felügyelni kellene ugye a végrehajtói karban lévő végrehajtóknak a tevékenységét, és ugye, hogyha jogszerűtlenséget vagy bármilyen áthágást tapasztal, ugye, akkor fegyelmi eljárást is indíthatna, ugye a karon belül tehet egyébként ugye javaslatokat, meg véleményem szerint a végrehajtói karnak az elnökének látnia kellene, vagyis látnia kell azt, hogy milyen működési problémák vannak egyébként a végrehajtási eljárásban, mivel tudná jobbá tenni ezt az egész eljárási rendszert, és mondjuk a kormány közeli kapcsolatait Shuttle-nek nem a korrupcióra kellett volna kiélezni, hanem véleményem szerint ezeket egy ilyen törvénymódosító vagy javaslatként kellett volna továbbítani, és erre lehetősége is lett volna egyébként a Shuttle Györgynek. Önök ugye nemrég közzétettek az üggyel kapcsolatban egy újabb videót, amiben egy titkos telefonbeszélgetés hallható, illetve hát úgy titkos, hogy titkos szolgálati körökből származó felvételhez jutottak valahogy hozzá. Ebben ugye Shuttle György beszélget egy bizonyos gazdával. Ki ez a gazda, és mi a jelentősége ennek a beszélgetésnek? Hát ugye ez a gazda a korrupciós botrányban a harmadrendű vádlottként van számon tartva. Őt már ugye hát el is ítélték nem egy bűncselekménnyel kapcsolatban. Alapvetően ennek az egész társalgásnak és beszélgetésnek az a leszűrhető lényege. Egyrészt az, hogy felháborító az a tény, hogy ilyen köztörvényes bűnözővel az MBVK elnöke, ugye mint közhatalmat gyakorló személy kapcsolatban van, és ezt a kapcsolatot olyan módon szerteágazóvá tették, hogy a kormányba úgymond teljes egészében beleszőtték magukat. Itt ugye lehet hallani egy Tóni nevű szemét is, amit ugye vélhetőleg a Rogán Antalra értenek, és itt sajnáltatja ugye ez a Rehák Róbert nevű harmadrendű vádlott, hogy neki milyen sok problémája van. Hát ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy Shuttle György milyen szinten volt is magával a NER-rel, és hogy ezt az egész rendszert teljes egészében át kell alakítani. És mit gondol, hogy hova nyúlhatnak ennek a korrupciós botránynak a szálai? Meddig nyúlhatnak el? Hányan keveredhettek bele ebbe? Hát erre konkrét számadatot nyilván nem tudok adni. Meglátásunk szerint már az ügykirobbanás akkor is az volt, hogy ez a legnagyobb szintekig is elmehetett ez a korrupciós szár, és nyilvánvaló az meglátásom szerint, hogy erről sokkal többen kellett, hogy tudjanak, vagy legalábbis arról, hogy ilyen szinten be van hálózva a dr. Shuttle György ebbe az egész rendszerbe. De miért kellett volna erről tudni? Mert meglátásom szerint nem lehetett ezt az egész dolgot kivitelezni anélkül, hogy ezekről ne szerezzen más tudomást. Azért itt nagyon mondjuk a kinevezésekkel kapcsolatban is. Amúgy ehhez a hangfelvételhez hogy jutottak hozzá?
Ezt megkaptuk. Kitől? Hát arról nem nyilatkoznék. Lesznek még hasonló felvételek? Hát elképzelhető, igen. Köszönjük szépen. Fisztár Zsuzsanna, Mi Hazánk végrehajtási szakpolitikusát hallhattuk. Minden jót kívánunk, viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont. Témánk továbbra is a Shuttle ügy botrány kapcsán az egész végrehajtói rendszernek a működése, és a következő vendégünk a témában Berki Sándor, a Párbeszéd Magyarországért országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm! Jó napot kívánok, üdvözlöm, és köszönöm a meghívást. Az imént ugye dr. Fisztár Zsuzsannával, a Mi Hazánk végrehajtási szakpolitikusával beszélgettünk a rendszerről. Ők végrehajtói maffiáról beszélnek, az egész rendszert tekintve. Ön egyetért ezzel a megnevezéssel? Igen, ez teljes mértékben megfelel a maffia kifejezés arra, ami itt folyik. Miért? Legyen egy nagyon egyszerű példa. A mai napon néztem egy végrehajtás alatt lévő hölgynek a papírjait. Ott van, hogy 1 millió forint adósság, és a hozzá csapott végrehajtási járulék, kamat, stb. 2 millió 100 000 forint, tehát a tartozás mindjárt 3 millió 100 000 forint, úgyhogy eddig is volt fizetve a hitel, csak voltak benne kisebb fennakadások. Hát ez nem a hitel visszafizetéséről szól. Hanem miről? Arról, hogy embereknek, és hogy bizonyos emberek, a kis emberek, vagy az átlag emberek kárára minél jobban meg tudjanak gazdagodni, és a lehető legtöbb pénzt szedjék ki az emberekből a saját jólétük érdekében. Zsuzsannától is kérdeztem, hogy ki elsősorban a felelős ezért: a törvény, a törvényhozás, esetleg a jelenleg regnáló kormány, vagy maguk a rendszernek a résztvevői, a végrehajtók, a kivitelezéskezelők, a közjegyző, akik mondjuk a törvény adta kereteit kihasználják, és mondjuk a kelleténél kegyetlenebbül járnak el? Értem. Én azt gondolom, hogy azzal mindenki tisztában van, hogy a politikai szándék a legfontosabb, ezért eljutunk azonnal Magyarország kormányához, mert a politika az, amelyik akárhogy is működik ez a rendszer, ezt meg tudná változtatni. A jelenlegi kormány teljes mértékben egyetért ezzel a módszerrel, és hagyja, hogy ez így történjen, ez így folyjon, tehát jelen pillanatban a kormány hibás azért, hogy kisemlízik, kizsákmányolják az adósokat. Nem arról van szó, hogy az adósságot nem kell megfizetni, persze, hogy meg kell fizetni, ezt mindig elmondom, de az adósságot. És ehhez lehetőséget is kell biztosítani arra az embereknek, hogy megfizessék az adósságot. De ez nem lehetőség, hogy olyan összegeket követelnek, amelyek elképzelhetetlenek, és ezeknek az embereknek a számára szinte 90%-ban kifizethetetlenek, és így belehajtják őket egy életük végéig tartó hitel törlesztésbe. És nem is akarják valójában, hogy kifizessék. Mindig van valami gond, és ennek ők örülnek, mert annyival hosszabbodik a hitel, és annál tovább tartozik nekik egy ember. Hogyan lehetne ezen változtatni ön szerint? Tehát csupán elég lenne erre egy politikai akarat? Igen. Ezt már láthattuk az elmúlt időszakban, hogy bármiben, hogyha bele szeretne nyúlni a kormány, akkor 24-48 órán belül azonnal lehet hozni egy olyan törvénymódosítót, amely megváltoztatja a teljes rendszert, mert azért természetesen a kormány az elsődlegesen felelős, de felelős mindenki, aki részt vesz ebben, és ezt támogatja, hogy az embereket így kisemlízik, de a holnap úgy döntene Magyarország kormánya, hogy ezt megszünteti, és azt mondja, hogy visszamenőleg felülbírálja ezeket a hiteltörlesztéseket és tartozásokat, és azt mondja, hogy lehetőséget ad a magyar állampolgároknak a valós hitel megfizetésére, akkor azt gondolom, hogy rendbe lehetne tenni nagyon gyorsan ezeket a történeteket. Ezt Zsuzsannától is kérdeztem, hogy minden végrehajtó kegyetlen, vagy embere, illetve cége válogatja, hogy hogy lép fel, hogy jár el, mennyit akar beszedni, tehát hogy mind múlik ez alapvetően? Nem gondolnám, hogy minden végrehajtó kegyetlen. Azt gondolom, hogy van nekik egy szabályozás, van számukra egy utasítás, és ezen belül embere válogatja, hogy kiben van lelkiismeret, és tud bizonyos
egyéni, méltányos döntéseket hozni, amiket nem hozhat meg ő sem minden esetben, de az válogatja a végrehajtókat, mert van, aki semmilyen megállapodásra nem hajlandó, és egyszerűen csak a számára az a legfontosabb, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legtöbb pénzt hajtsa be, és vannak olyan végrehajtók, akik meghallgatják az embert, figyelembe veszik a körülményeit, és hajlandóak megállapodni törlesztő részletekben, és ezzel azért egy kis levegőhöz juttatni az adósokat. Tehát nem gondolnám, hogy mi, én azt mondom, hogy nem minden végrehajtók egyet. De a rendszer az. A törvény ad erre lehetőséget, hogy ilyen rugalmasabban járjanak el? A törvény persze egyértelműen fogalmaz, de azt mindannyian tudjuk, hogy a törvény az bizonyos területeket szabályoz, de elsődlegesen ugye az a feladat, hogy a hitelek törlesztő legyenek. Igen, az a törvény arra lehetőséget, hogy bizonyos esetekben ügyfélbarát módon járjanak el a végrehajtók, és számukra ugye elsődleges a hitelbehajtása, de ha így is lehet garantálni a hitel fizetését, akkor igen, ad rá nekik lehetőséget. Ön egyébként mit tapasztal, hogy visszaélések, illetve törvénytelen végrehajtási eljárások mennyire elterjedtek? Én azt tudom elmondani, amik hozzám eljutottak ügyek. Én nem tudok a teljes országról is teljesen mindenről konkrétan beszélni. Én esetekről tudok beszélni, és elsősorban inkább Észak-Kelet-Magyarországról tudok beszélni. Az én visszajelzéseim arról szólnak, hogy folyamatosan felmerülnek nevek, és ezek a nevek ismétlődnek, akikhez nagyban köthetőek ilyen agresszív behajtások. Akik nagyon túl sokszor szerepelnek, akár téves vagy visszadátumozásokban, akik túl sokszor szerepelnek úgy a történetekben, hogy elérhetetlenek, nem együttműködőek, megegyeznek velük, de nem tartják be, de van jó példa is. Tehát én így tudnám összefoglalni. Arról is szólnak hírek, hogy vannak, akik kifejezetten lejárt tartozásokra állnak rá, és megpróbálják azokat behajtani törvénytelen módon. Hallott ilyen esetekről? Igen, konkrétan is volt ilyen eset, amivel találkoztunk. Most nem, a több is volt, egyet megemlítik nagyon röviden. Megkeresték az adóst, párja, házastársa, ez telefontartozás, vagy ki lehet nyomozva, valószínűleg telefontartozás volt, 300x000 forintot kértek, és akkor mondták az adósnak, de ha ezt úgy gyorsan lerendezi, akkor nincsen semmi gond, 300 000 forint is megegyeznek. De az adós akárhogy gondolkozott, kérdezte a feleség, volt-e ilyen, vagy emlékszel, vagy bármi, és akkor nem volt, és akkor kérte az eredeti dokumentumot, ami ők ilyen 15 évvel ezelőtti dologra hivatkoztak, hogy akkor oké, adják oda az eredeti papírt, hogy ő ekkor és ekkor ebben is ebben az ügyben tartozik. És nem tudták ezt elővenni, és akkor ennek a végrehajtónak mondta az adós konkrétan, hogy jó, akkor ő bírósághoz fordul, stb., mert ő tudja, hogy nem volt nekik ilyen, és bizonyítsák be ők, hogy már pedig ők tartoznak egy ilyennel. Tehát ez inkább egy nem felvett hitelről szólt, és abban a pillanatban, amikor arról volt szó, hogy jogi útra lesz terelve az ügy, a végrehajtó visszalépett tőle. A másik, hogy igen, hogy ilyen lejárt a tartozásoknál, hogy nem nincs jogi végzettsége. Nézegeti az ember átlag emberként a papírokat, bizonyos dolgokat már én is azért elég jó részre veszek, mert dolgoztam olyan emberek, hogy nézik a papírokat. Nem fogalmaznak a papírok egyértelműen, a végrehajtók sok esetben nem adják ki a papírokat arról, hogy ez a tartozás le lett fizetve, de találkoztam olyan ügyel is, hogy megvolt a papírja, hogy ki van fizetve annál a végrehajtónál ez az adósság, és mégis jött egy másik végrehajtó, és követelte az adósságot. Ez hogy lehet? Hát ez, nem tudom. Ez az, amire én is keresem a választ, és hogy lehet az, hogyha valaki az egyik kiadja, hogy ki van fizetve a hitel, akkor hogy jön egy másik végrehajtó ahhoz, hogy ő pedig követeli ugyanazt a hitelt? Na hát ez jó kérdés, nem tudom a választ. És ilyenkor mit tehet az adós? Hát természetesen azt, hogy megvan neki a papír, ezért mindig el szoktam mondani, hogy nagyon fontos bárkinek, aki belekeveredik ebbe a végrehajtási ügyekbe, vagy ilyen helyzetbe keveredik, minden papírt rakjon el, az utolsó darab cetlig is rakja el a papírjait, mert ő fogta a papírjait, bement ezekkel a papírokkal, letette elé,
És ugyanaz volt a következmény, azt mondta, hogy ha nem fogadja el a papírokat, akkor mondta az adós, hogy a feltételezett adós, hogy akkor jogi útra tereli az ügyet, és akkor visszalépett a végrehajtó, mert az adós tudta bizonyítani a papírjaival, hogy ő ezt az adósságot kifizette. Na de mi van akkor, hogyha az adós valamilyen oknál fogva nem tudja bizonyítani, hogy ő kifizette ezt a hitelt? Hát igen. Akkor van baj. Mert a rendszer, én nem tudom, ezek bennem is rengeteg kérdést felvetnek, hogy mi az, hogy nincs egy olyan nyilvántartási rendszer, ahol ha nincs is meg a papírom, bemegyek, és ott nekem újra kiállítják, vagy ott van a rendszer, vagy kifizette az az ember azt az adósságot. És ezzel is visszaélnek, ezekkel is trükköznek, hogyha nincsenek meg az adós eredeti papírjai, akkor nem tudja pótolni, és nem tudja bizonyítani. Igen, és hát gondolom azzal is sokszor visszaélnek, hogy azért az emberek jó része tudatlan, naív, jogilag egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mit tehet, mit nem, hova fordulhat, és hát ha kap egy ilyen felszólítást, vagy jön egy ilyen végrehajtási határozat, hát mindenki megijed, pánikol, azt se tudja, hogy hol a feje, mit csináljon. És nem az az első gondolata az embernek, hogy fú, biztos akkor ők tévednek, hanem fú, ja Istenem, akkor mit felejtettem el esetleg a régmúlt befizetni. Tehát ha mondjuk elindulna, ne adj Isten, egy ilyen törvénytelen végrehajtási eljárás valakivel szemben, akkor ő mit tehet? Semmit. Szó szerint semmit. Hát ez nem jó hír. Ez nagyon jó összefoglalta, tehát ma is próbálok segíteni egy ügyben. Ugye van ingyenes jogsegélyszolgálat, meg egy-kettő ilyen még, ahol vannak jó szándékú emberek, de például az ingyenes jogsegélyszolgálatnál ugye van egy jövedelem határ, ami alatt esetleg adnak segítséget, de annál több bevétele van már nem. Az a probléma, ahogy én is mondta, hogyha az adós megijed, és miért értene hozzá? Egy átlagember számára ez a papír átláthatatlan. Igen. Nincs kihez fordulnia, és szó szerint nincs. Ha vannak, van valahonnan hallott valami civil szervezetet, valamilyen önkéntes szerveződést, akkor esetleg megpróbálja őket megkeresni, vagy egy-két országgyűlési képviselőt, és ha tud az ember, akkor segít. De ő önmaga ott áll egyedül, és nem tud menni sehova, mert ha van pénze, akkor fogad ügyvédet. De ha nincs, vagy jogászt, ha nincsen pénze, akkor ő teljesen egyedül van. És teljesen ki van szolgáltatva annak, hogy bemegy a végrehajtóhoz, és majd a végrehajtó elmagyarázza, hogy elmagyarázza. És hogyha így, akkor így, ha pedig úgy magyarázza, akkor az adós pedig ott áll. És megint visszatérhetünk oda, hogy mi a felelőssége a politikának, és mi a felelőssége például a kormánynak. Miért nem hozunk létre egy olyan jogsegélyszolgálatot, ami nem jövedelemfüggő, meg ilyesmi, hanem bármelyik ember bemehet, és legalább elmagyarázzák számára, hogy mit lát azon a papíron. Akkor ilyen nincs? Nincs. Nincs ilyen. Ha az az ember bemehet, és független, tehát függetlenről beszélek, nem arról, hogy majd a végrehajtó elmagyarázza neki, vagy banki alkalmazott, mert az nem független, ugye, hisz az intézmény, hanem tényleg egy független, ahova leülhet bizalommal, szépen leülnek vele, és megmutatják neki: kedves hölgyem, itt van feltüntetve ez, vagy uram, itt van feltüntetve az, itt látja az adósságot, itt látja a követelést, mikor fizette, mikor nem fizette, és hogy miért került ebbe a helyzetbe. Ha lenne egy ilyen, már azzal is sokkal előrébb lennénk. Összességében akkor az mondható el, ha jól értem, hogy az adósok rendkívüli módon ki vannak szolgáltatva a végrehajtók kényének, kedvének, nagyon előnytelen a helyzetük, és azért egy nagy reformra lenne szükség ezen a területen. Fogalmazunk egyértelműen, teljes mértékben ki vannak szolgáltatva. És mielőtt ön azt gondolná, hogy ez csak ha egyszerű emberek nem értik ezeket a papírokat, magas végzettségű emberek is ott állnak és vakargatják a fejüket. Én ezzel teljesen egyetértek, igen. Tehát, hogy mi történt, és ő is ott gondolkozik, hogy most mi is van. És őnek is ugyanúgy kezdődik a procedúra, hogy valahogy adja meg, találja ki, hogy most bepróbálkoztak, vagy tényleg ő hibázott valahol. És igen, ez minden emberre vonatkozik, végzettségtől, társadalmi pozíciótól, vagy nemtől, vagy bármitől függetlenül, hogy amikor az ember megkapja ezt a papírt, akkor ott áll tök egyedül, mint a kisúly. És
és akkor nyilván a kegyetlen eljárás, a törvény adta kegyetlen eljárási lehetőségek csak egy része a problémának, a másik része ugye a korrupció, amire a Schadl Völner ügy is rávilágít, és azért itt azt is látjuk, hogy nem csak a végrehajtók mutyiznak úgymond egymás között, és tolják ide-oda a kenőpénzeket, visszaosztásokat pozíciókért cserébe, hanem a politika is benne van a sűrűjében. Vajon milyen szinten? Hát amiket én olvasok, meg amiket én látok, meg amik kijönnek infók, teljes mértékben benne van a politika. Tehát az, hogy politikusok jelölik ki a választókörzetünkben a végrehajtókat, ennél többről nem is kell beszélni. Vagy az, hogy elintézik számukra a papírt, vagy az, hogy kijönnek, hogy tök alkalmatlan embereket küldenek be, és ezek a szemberek azt se tudják, hogy hol vannak, de végrehajtók lesznek. Ez teljes mértékben azt vetíti elő, hogy ez semmi másról nem szól, csak hogyan vasalják ki a pénzt az emberekből a saját önös érdekeik szerint, hogy most őszintén azért, hogy vegyen egy új autót, ezért tesznek tönkre embereket, vagy hogy drága cipőben járjanak. Egyszerűen ez a rendszer teljes mértékben elfogadhatatlan, pitiáner módon működik, és korrupt. És ezt is ki lehet mondani, hogy ez egy korrupt rendszer, és hogy ki van benne, vagy ki nincs benne, én azt gondolom, hogy egy-két info azért tudott kijönni, mert vannak még olyan emberek, akik ezt nem fogadják el, és ők most közvetlenül nem tudnak mit tenni, de legalább jelzik, kihozzák a nyilvánosság elé, és ezt már a nyilvánosságnak kell elítélni, és egyszerűen az embereknek kell már azt mondani ma a politikának, hogy elég, hogy a politikusok ezt fejezzék be, nem ez a dolguk. Nem ez a dolguk. Ez a botrány ad némi reményt arra, hogy valamelyest azért tisztuljon a rendszer? Minimális. Ha nem lesz társadalmi nyomás, ha a társadalomban nem okoz változást, nem veri ki a biztosítékot a társadalomban essen, akkor egy kicsit majd el fog csöndesedni, és majd később újra kezdődik. Ha nem ébredünk föl mi emberek, és nem mondjuk azt, hogy tényleg állj, és ebből elég, és nem működhet a végrehajtási rendszer, és nagyon sok minden nem működhet ilyen korrupt módon, és nem fogjuk be a fülünket, és nem mondjuk le a szemünket, hanem most már figyelni fogunk, és meg fogjuk büntetni azokat a politikai szereplőket, akik ennek a részesei is ilyeneket generálnak. Ha nem mondja ezt a társadalom, és a politikusok számára semmilyen következménnyel nem jár, hogy ilyenekben vesznek részt, akkor nem lesz változás. Azért reméljük, hogy lesz, és ez nem teljesen így van. Meglátjuk, nagyon szépen köszönjük Berki Sándornak, hogy elmondta mindezt is a rendelkezésünkre állt. Minden jót kívánunk, viszonthallásra. Köszönöm szépen, viszonthallásra.